Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Dunai árhullám, készültség Tolna vármegyében. Havasi Jánosról emlékeztek meg, életnagyságú szoboravatás Kapocs-Szekcsőn. 21. forgó fesztivál závodon, őrzik a hagyományokat a závodiak. Aszály, hogyan hatott a nyári hőség a mezőgazdaságra? Jelentős árhullám vonul végig a Dunán, amelyre a Tolna vármegyei szakaszon élők már készülnek. A folyó hazánkban teljes hosszán árad, Komáromig magas, Dunaújvárosi közepes, lejjebb alacsony vízállású, áll az Országos Vízjelző Szolgálat közleményében. A Dunamenti országokat sújtó nagy mennyiségű víz elérte Magyarországot is. Nagy László, bónifoki tanya tulajdonos szombaton elmondta, hogy reggel 6 óra óta pakol, menti a menthetőt. Az igazság magára a pillanatnyi állapotra sem nagyon lehet felkészülni, mert én például 3 hete lefixáltam erre a hétvégére egy tartós hétvégi programot, amiből sajnos pakolás lett, átírt minden lehetőséget. Ezekre soha nem lehet felkészülni. Az ember már eleve úgy készül fel rá, ez már egy régi tanya, 80-as évek első felében épült, de a mai tanyákat már alapból úgy építik, hogy a mai viszonyoknak úgymond ellenálljon. Az idei évben a szélsőséges időjárásnak köszönhetően az ártéren található ingatlanokban már megszokottá vált, hogy felkészülnek a magas vízszintre. Az az igazság, hogy egy gyönyörű természetben élni, a természetben lenni, ez nagyon szép dolog. A változatosság, a természet adta lehetőségek, ezek fantasztikusak. Csak olyan rendkívüli dolgok, mint hogy egy évben 3 árvíz van, ami különböző okok miatt történik, és néha megmagyarázhatatlan, ez elég sok kellemetlenséget okoz, mert pakolni kell, anyagi károk, nehézségek, de ebben sajnos együtt kell élni, de ebben nem tudunk mit kezdeni, de biztos, hogy kíváncsi lennék, hogy ez az egyeztetett vízkezelés, amikor aszályok vannak, nagy melegek, mindenki van száradva, és akkor hirtelen jön egy csomó csapadék, amit szerintem a vízgyűjtők vagy a vízszolgáltatás valószínűleg lehet, hogy meg tudná oldani másképpen. Tehát ez csak az én egyszerű horgász véleményem. Jelenleg a Tolna vármegyét érintő Dunai szakaszon nem érzékelhető a néhány nap múlva érkező hatalmas vízmennyiségből semmi. Addig viszont naponta körülbelül 2 métert emelkedik a folyó szintje. Hát ide jöttünk, víz is jön, akkor elpakolunk. Megelőzzük a bajt. Mielőtt elvinni, elpakoljuk, ha tudjuk. Amit el tudunk elrakunk, amit nem, azt meg reméljük, hogy nagyon messze nem viszi, és összeszedjük. Nem, de ezzel nincs mit tenni. Nyilván akinek mélyebben van, az többet pakol, akinek magasabb van a telke, az kevesebbet, de ez az élet itt. Ártéren belül ez van. Megkeresésünkre adásunkig a vízügyi igazgatóság még nem adott ki nyilatkozatot a Tolna vármegyei szakaszra vonatkozóan szerkesztőségünknek. Vasárnap Kapocs-Szekcsőn felavatták Havasi János Herczeg Ferenc díjas újságírónak, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT idén májusban elhunyt rádiós média szolgáltatási igazgatójának egész alakos szobrát, ahol a főteret is róla nevezték el. A Kapocs-Szekcsői Evangélikus templomban rendezett emlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, Havasi János szívügyének tekintette a hazai nemzetiségek sorsát, a határon túli magyarok felkarolását. Havasi János kiállt a magyarságért, az igaz szóért, a nemzetért, amely egyszerre jelenti valamennyiünk jelenét és jövőjét. A templomban Horváth Kálmán Tolna vármegye főispánja is méltó beszéddel készült. Tolna vármegye, de elsősorban Kapocs-Szekcső életében ez egy nagyon fontos esemény volt, ez a mai délelőtti megemlékezés.
Dr. Havasi Jánosról emlékeztünk meg a templomban, illetve szoborabatásra és térelnevezésre került sor, és ennek nagyon-nagyon fontos jelentősége van, hiszen Dr. Havasi János magyarországi mércével mérve is az egyik legjelentősebb újságíró, író, akiről én azt gondolom, hogy halála után illő volt ez a megemlékezés. És ez azért is nagyon érdekes, mert az ötletgazdák és a mecénások halálát követően nagyon gyorsan előálltak ezzel az ötlettel. Nyilván ez is megerősíti azt, hogy Havasi János Magyarország szempontjából és a mi vidékünk, a mi kis hazánk életében egy nagyon fontos személyiség. Varga Gábor dombovári szobrászművész alkotását a település főterén helyezték el, amelyet az újságíró után dr. Havasi János térnek neveztek el, ahol táblát is avattak a falu szülöttének emlékére. Hatalmas megtiszteltetés ért bennünket, nem is rég, pár héttel ezelőtt, amikor Parag Gyula és dr. Beréti Zsolt megkerestek bennünket, hogy szeretnének elindítani egy olyan mozgalmat, hogy legyen itt egy Havasi János szobor a településen, mert ők rendkívül tiszteletben tartják munkásságát, és tudták, hogy Kaposszegcső díszpolgára volt. Meglepő volt számunkra is az egész, hogy egyrészt szégyeltük magunkat, hogy ez nem nekünk jutott eszünkbe, de nyilván nekünk anyagi forrás gyanánt erre lehetőségünk sem lett volna. És megtisztelőnek éreztük, és a családdal nyilván egyeztetve létrejöhetett ez a szobor, aminek most az átadóján állunk. Egyrészt meglepő volt, hogy ennyi idő alatt elkészült, és ezt létre lehetett hozni. Havasi Jánosnak 2013-ban jelent meg Lánykák, az idő eljárt című irodalmi műve, amelyet édesanyja elmesélése, levelei és saját helyszíni kutatásai alapján írt. A könyv alapján forgatták a 2018-ban bemutatott Örök tél című történelmi filmdrámát. A hétvégén több alkalommal is vonultak a Tolna vármegyei rendőrök és tűzoltók közlekedési balesetekhez. Pénteken Tevel térségében egy autós árokba hajtott, mert egy jobbra ívelő kanyarban vizes aszfalton nem megfelelően választotta meg sebességét. Vasárnap Simontornya és Pálfa között szintén a nedves úton vesztette el uralmát járműve felett egy sofőr, végül árokba csapódott. A tűzoltóknak leszakadt faágak miatt is vonulniuk kellett. Ez a többségében utakra dőlt fákat, leszakadt fágakat jelentettek, egy alkalommal egy távközési kábelre dőlt egy nagyobb fenyőfa, ezt kellett eltávolítani a vármegye hivatásos, önkormányzati, valamint önkéntes tűzoltóinak, értelemszerűen ez a motoros láncfűrészek esetében történt meg többször is. Négy alkalommal, mindezek mellett pedig közlekedési balesetnél akadt dolga a beavatkozott tűzoltóegységeknek. Itt ráfutásos közlekedési balesetekhez kellett mennie, valamint olyan gépjárművekhez, amelyek áramba hajtottak, vagy felborultak. Szerencsére kisebb sérülésekkel a járművekben utazók minden egyes ilyen eseményt megúsztak. Két személyautó ütközött össze hétfőn reggel 7 óra 30 perc körül Attala és Kapospula között. A helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes útlezárás volt érvényben. Az egyik sofőr súlyosan megsérült. A helyszínre mentő helikopter is érkezett. Balázs Gáborral, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetőjével egyeztetett a Tolna vármegyét érintő árvízi helyzetről Horváth István, Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. A politikus Facebook oldalán azt írta, előreláthatólag szeptember 19-e, 20-ától várható a legmagasabb vízállás, kiemelt figyelem kíséri bát a települést. A vármegye többi vízfolyásán nincs árvízveszély. 21. forgófesztivál Závodon. A rossz idő ellenére idén is nagy volt az érdeklődés az esemény iránt a závodiak és a környékbeliek körében. Főzőverseny és sok más kísérő program várta az érdeklődőket. Závodon már 21. alkalommal rendezik meg a forgófesztivál néven elterjedt falunapot. A rendezvény kétnapos. Ilyenkor lehetőségük van az embereknek a rég nem látott barátokkal, ismerősökkel újból eltölteni egy kis időt. Meg kell említeni azt is, hogy helyi alkotók kiállítását is megtekinthették a szórakozni vágyók. Tudtuk, hogy rossz idő lesz, ugye ezt az előjelzések mutatták, de elhatározott szándékunk volt, hogy mindenképpen megtartsuk az eseményt. Tudjuk azt, hogy a závodi forgófesztivál az nagyon sok emberbe egy fontos pillanat az év folyamán, hiszen
baráti társaságok tudnak ilyenkor találkozni, rég nem látott ismerősök, és a maga a főzőgárda is egy olyan összeszokott csapat, hogy mindenki ismer szinte már mindenkit, és ezért nagyon nagy volt az a belső késztetés, hogy ne mondjuk le az eseményt, tartsuk meg mindenképp. Az eseményen díjat is adtak át. A Falu és Tanya Gondnokok Tolna megyei Egyesülete egy kitüntető díjat adott át ezen az alkalmon, és Nagykónyi község Tanya Gondnoka került díjazásra. Őt választotta ki az elnökség, és találta a legalkalmasabbnak arra, hogy kitüntetést kapjon. A kitüntető díj az gyakorlatilag annak a megfogalmazása az az év Tolna megyei Tanya Gondnoka díj, ami mellé egy 100 000 forint összegű wellness utalvány párosult még. A főzőversenynek idén is nagy sikere volt. Két első helyezett is született, az egyik nyertessel beszélgettünk. Mi a családommal mindig halászlevet főzünk. És most nem akarok nagyon dicsekedni, de általában ott szokunk lenni a toppon, de nem is ez a lényeg, hanem a baráti kör a lényeg. Mindenki szeret nyerni. Én is, mi csapatunk is szeret nyerni. Most ismét összejött egy nyerés, és nagyon örülök neki. A rendezvényt színesítette még a Hangszerelem Zene Stúdió, de most egy személyben Hauser Beát a fellépésével. Sajnos lebentegettek a gyerekek, és én úgy gondoltam, hogy én viszont akkor helyettesítem őket. Több helyen már énekeltem országosan, és én úgy gondolom, hogy a közönség nem fog csalódni. Mindent megteszek, hogy ezeket a gyerekeket helyettesítsem, habár azért a kis bájos mosolyukat, a gyerek mosolyt, azt azért nem tudom pótolni, de bízom benne, hogy a závodi közönség még hallhatja a gyerkőcöket. A závodiak egy időre búcsúztak ezzel a programmal a nyártól, viszont bíznak benne, hogy évről évre színvonalasabbá tudják tenni közös erővel ezt a hagyományőrző alkalmat. Nagy bajban vannak a fecskék a hirtelen időjárás változás miatt. A Tamási rendőrkapitányság munkatársai a szakadó esőben a kapitányság udvarán két repülni képtelen fecskét is találtak. A madarakat dobozba tették, majd megkerestek egy természetvédelmi őrt, akinek néhány órán belül átadták az átázott állatokat. Barátságos mérkőzéseken kétszer is legyőzte Szlovéniát Nagykanizsán a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar női futsal válogatott. A nemzeti csapatot négy tolnai lány, Decki Vanda, Folk Zsuzsanna, Kis Gréta és Víznár Dalma is képviseli. A magyar együttes 4-1, illetve 2-0 arányban múlta felül a szlovéneket. Az első találkozón a tolnai Víznár Dalma két gólt is szerzett. Rendkívüli aszály jellemezte az idei nyarat. A szárazság negatív hatásairól kérdeztük Kővári László gazdát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei alelnökét. Rendkívül száraz és kiszámíthatatlan volt az idei nyár. A nyári hónapok több fokkal melegebbek voltak az átlagosnál, csapadék pedig alig esett. És ez a kukoricának, napraforgónak már nem kedvezett. Különösen a kukoricának nem. Ezzel együtt meglepő módon tapasztalom most azt, hogy ez a termésbecsülési adatok alapján hát nem sokkal marad el a megyei átlagtól a kukorica átlagtermés. Nagy szóródás mellett is, ez az érdekes. A talajok rendkívül vízhiányosak. A kukorica kapcsán előreláthatólag nem lesz akkora a terméskiesés, mint ahogy arra egy hónappal ezelőtt számítani lehetett. A szántóföldi növények mellett az időjárás a szőlőnek sem volt kedvező. A szőlőre talán volt még a viszonylag legkedvezőbb, de most már ott is gondok vannak, mert aszik nagyon a szem, nem tudtak kitelni úgy a bogyók, és aszalódik a szőlő is. Tehát kevesebb lesz mindenképpen a súly, és a cukorfokkal nem lesz azt hiszem gond, meg egészséges amúgy a szőlő, csak aszott, ezért kevesebb termés lesz,
és magasabb cukorfoka. Kővári László azt mondja, az alkalmazkodáshoz szükséges átgondolni a vetés szerkezetet és a fajta választékot a jövőben. Még azért annyit hadd tegyek hozzá, hogyha nem változik a csapadékviszonyok, akkor jövőre lesz óriási gond, mert összességében nagyon mélyen át van száradva a talaj, és hát ez nem kedvez a következő évre. És ez viszont mindegyik szántóföldi növényre vonatkozik. Idén mindössze 400 mm-nyi csapadék esett Szekszárd térségében, ennek az eloszlása sem volt kedvező. Most hétvégén nagyobb mennyiségű eső érkezett, összesen 77 mm-nyi csapadék hullott Szekszárdon, amire a szakember szerint rendkívül nagy szükség volt. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek. A legújabb diagnosztikai, terápiás módszereket tesztelhetik. Kiemelt partner lett a Pécsi Klinikai Központ. A szüret végén járnak villányban. Az időjárás egy hónappal előrébb hozta a betakarítást. Kutatás. 60 mintavételi helyen vizsgálják a szakemberek a Balatonba befolyó vizeket és halfajokat. Kiemelt minősítést kapott a Pécsi Egyetem Klinikai Központja. Mostantól az elsők között lesz az új terápiás, diagnosztikai módszerek klinikai tesztelésében egy világcég rangsorában. Az üzleti alapon működő megbízás anyagi előnyöket jelent, illetve segíti az orvosokat, szakembereket, hogy közvetlenül megismerhessék a diagnosztikai terület legújabb fejlesztéseit. Diagnosztikai labor a Pécsi klinikán ezen a korábbi felvételen. Az ilyen vizsgálatokra, tesztekre érkezhet megbízás attól a cégtől, amely mostantól kiemelt partnerként kezeli a Pécsi Egyetem Klinikai Központját, jelentették be a napokban. Mindenféle olyan információt, amit a cég mondjuk új klinikai vizsgálatok nemhogy indulása, de esetleg már tervezése fázisában megszerez, azt az egyetem felé továbbítja, és így az egyetem sokkal hamarabb fel tud készülni ezen vizsgálatok fogadására, például fel tudja mérni, hogy van-e olyan megfelelő beteganyag azon vizsgálat lefolytatására, amit lehet, hogy még majd csak 2 év múlva fog elindulni, de már most egy komoly szakmai csapat tervez. Ezek az orvostudomány minden területét érinthetik, amiknek helyszíne lehet Pécs. A legnagyobb számú vizsgálatok ma talán az onkológia területén indulnak, ezen kívül ugye az immunológia, ami egy kitüntetett terület, de most ugye az immunmechanizmusok pedig a legkülönbözőbb betegségekben, a legkülönbözőbb belgyógyászati, bőrgyógyászati, reumatológiai és folytathatnám betegségekben nagyon fontos szerepet játszanak, magyarán ez egy nagyon széles betegcsoport, és emellett talán még a kardiovaszkuláris terület az, amit feltétlenül ki kell emelni. A molekuláris biológia, biokémia, genetika rengeteget fejlődött az utóbbi években, mondja a professzor. Így olyan új diagnosztikai módszerek születnek folyamatosan, amik jobb megismerésében segítheti a szakembereket a céggel kötött megállapodás, illetve a kiemelt partneri viszony. Olyan biomarkereink vannak, amikről mondjuk 10-20 évvel ezelőtt nem is álmodtunk, és ezek ma már a diagnosztika részei tudnak lenni sokszor rutinszerűen, és bizony, hát ugye például ezen vizsgálatokban is, ahol esetleg azt gondoljuk, hogy csak új diagnosztikus és terápiás eljárások kerülnek vizsgálatra, ez mondjuk így igaz, de amit ugye pluszba még tud hozni, hogy akár mondjuk egy új terápiás eljárás, legyen az a gyógyszer vagy nem gyógyszeres terápiás eljárás kutatása során is, például olyan új biomarkerekkel ismerkedhetünk meg, amelyeket mi még itt Magyarországon nem mondom, hogy nem ismerünk, de nem tudunk rutinszerűen hozzáférni. A megállapodásban résztvevő cég gyógyszergyárak, diagnosztikai berendezéseket gyártó társaságok megbízásából keres klinikai tesztelésre alkalmas helyszíneket, amiért pénzt kap az érintett helyszín. Így került be Pécs is, illetve emelték most az európai 19 vizsgáló helyszín közül a kiemelt kategóriába az Egyetem Klinikai Központját. Az utolsó fürtöket gyűjtik be villányban, gyakorlatilag a szüretnek vége, mondja a Tenkes hegyközség elnöke. Az idei évben már szeptember közepére begyűjtötték a bogyós gyümölcsöket. A napsütés, a hőség felgyorsította az érési folyamatokat.
Szüretelik a szőlőt a villányi borvidéken csütörtökön. A hegyközség elnöke, a birtok tulajdonos azt mondja, a korábbi években ilyenkor kezdték ezt a munkát. A dátumot nézzük, a naptárat nézzük, régebben ilyenkor, tehát kezdődött a szüret, most viszont már a végén tartunk, Cabernet Sauvignonokat, franokat szedjük helyenként, egy kis merló is kint van, de egyértelműen az utolsó fázisba lépett a szüret most már. A szakember azt mondja, nagy kihívások elé állította őket ez az év. Az asszály meg a nagyon erős napsütés megtette a hatását, elég kis termés mennyiségek kerültek be a pincébe, olyan 70-80% helyenként 50% csak mint a tavalyi termés mennyiség. Ez nagy mértékben függ a termőhelytől, fajtától, melyik mennyire volt érzékeny. Nagyon magas mustfokkal értek, itt az asszály is, nem csak hogy a cukorképzés, hanem a koncentráció miatt is ez fokozottan megjelent, még helyenként szintén kényszer érett szőlő, hogy nem volt tökéletesen érett, de a töppedés miatt a cukor azért extrém magas volt. Épp hogy Szabó István szerint a megszokott munkaritmust borította fel az időjárás, illetve a hőséggel a feldolgozásnál is meg kellett küzdeni. A borkészítésnél a hideg energia az nagyon fontos, tehát le kell hűtenünk a mustot, a cefrét is, az eredés hőt termel, és annak az elvezetésére is gondoskodni kell, tehát a meglévő hűtési kapacitások nagyon-nagyon vékonyan voltak elegendőek, osztani kellett a tartályok között az energiát, hogy melyik mennyit kap. Úgyhogy a tér is sok helyen kevés volt, az eresztő tér, ugye van egy megszokott ritmusunk, a fajták egymás követik az eresztés folyamán, és most minden összeér gyakorlatilag, tehát lehet, hogy valaki szedte volna a szőlőt, mert szedni kellett volna már, borász megítélés alapján, viszont nem volt hozzá eresztő tér, várni kellett a szürettel. Erre nem voltak felkészülve a borászok. A kapacitások bővítése nagyon sokba kerülne, mondja a borász, aki szerint ennek ellenére finom italokat kóstolhatnak majd az idei termésből a fogyasztók. A meleg idő, száraz idő azért összességében sokkal kedvező, mint egy csapadékos, hűvös év. Tehát jó borok fognak készülni, sok kihívás volt borász szemmel, de fogyasztói oldalról nézve nem lesz az égvilágon semmi gond az évjárattal, tartalmas, koncentrált, nagyon szép borok, még jó sav is meg lesz ennek kapcsán, hogy koncentrálódott minden benne, úgyhogy reménykedve tekintünk előre az új borokra. Még nem tudni pontosan, hogy mekkora mennyiséget gyűjtöttek be a szőlősgazdák a bogyós gyümölcsből. A számokat most várják, épp hogy Szabó István szerint azonban nem kell aggódni a mennyiség miatt, mert vannak tartalékok a pincékben az előző évekből. Ráadásul az adatok szerint visszaesett a borfogyasztás hazánkban. Ez hatással van a villányi borvidékre is, ahol 2400 hektáron művelnek szőlőt a gazdák. Ezt a területet két hegyközségre osztották, fele-fele arány. Így a Tenkes hegyközség tagjai 1200 hektáron művelnek szőlőültetvényt. 60 mintavételi helyen vizsgálják rendszeresen a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a Balatonba befolyó vizeket. Azt kutatják, hogy az egyes halfajok megléte vagy éppen hiánya milyen vízminőségre utal. Speciális eszközökkel dolgozik a terepen a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársa. Ott jártunk kor a Balaton északi partján, Nemes Gulács községnél az Egervízben vizsgálta a halakat. Ha megnyomom, akkor egy elektromos erőtér lesz a gép körül, és megfogja a halat, legalábbis elbénítja a halat, és hát az ahhoz már szerencse kell, hogy az ember meglássa. A Balatonban valamivel több mint 30 halfa él, közülük 20 őshonos. Ilyen például a küsz, a bodorka vagy a dévérkeszeg. Horgászati szempontból talán a legnépszerűbb a ponty. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei nem csak a tóban élő halfajokat vizsgálják, hanem a befolyóvizeket is. Körülbelül 20 éve kezdtük el a rendszeres monitorozó programunkat, ahol körülbelül 60 mintavételi helyen vizsgáljuk a Balatoni vízgyűjtőnek a vízfolyásaiban élő halállományokat. Nagy területen folytatnak folyamatosan vizsgálatokat a szakemberek, így például Őri Szentpéternél is, hiszen az onnan eredő zala is táplálja a Balatont. A többi között azt kutatják, hogy hosszú távon miként alakul a Balaton halfaunájának az összetétele. Ezért is szükséges a vízgyűjtők állományának vizsgálata. Na, ez egy domolykó például. Ez egy patakokba honos, bár a siófoki zsilipnél is van azért belőle. Egy domolykó.
Vannak viszont olyan halfajok, amiket nem tudnak megfogni, vagy nagyon ritkán. Például az amúr, azt nehezebben lehet megfogni, mert az egy hisztisebb állat, de úgy látom, hogy ezen a vízen is itt van egyébként, mert hogy leszalad a halastóból. Ugyan az, hogy megrágja a nádnak a hajtásait, abból lehet következtetni rá, hogy járt erre. Egy-egy terepi nap során több halfajt is meg tudnak vizsgálni. Ez meg itt egy sügérke. Na, a sügér az egy nagy sikertörténet most a Balatonnál, mert a 90-es évek közepetáján majdnem teljesen eltűnt a Balatonból. Hát a vízminőségromlás miatt, meg valószínűleg az angolna miatt is, hogy megfogyatkozott az angolna, most a sügér, meg ugye, hogy átlátszóbbá vált a Balatonnak a vize, most a sügér az egyik leggyakoribb fajjá vált a kövezésen. Akkor itt van az ezüstkárász, ugye Magyarországon ez az egyik leggyakoribb inváziós faj. Az országos felméréseket csináltunk, és azt elemezve kiderült, hogy a felmért mintavételi helyeknek több mint az 50%-áról előkerült. Ezek a terepi vizsgálatok azért is fontosak, mert például a halak hosszú távú jelzést adnak a környezetről és a víz minőségéről is. A vízkémiával viszont csak egy adott pillanatot lehet mérni és értékelni. A Balaton vízháztartásának körülbelül 40%-át, 50%-át a befolyóvizek adják, és ezeknek a vízminősége alapvetően befolyásolja a tóvízminőségét is. Ugye sokféleképpen lehet a vízminőséget meghatározni, ugye régebben a kémiai módszerekkel végezték ezt főleg, de most már egyre inkább tolódik el, hogy tolódunk arra felé, hogy élőlényekkel minősítsük a víznek a minőségét. A befolyókat vizsgálva egy halfaj hiánya vagy éppen megléte. A halfauna összetétele megmutatja, hogy milyen az adott víz minősége, illetve hogy az miként változott. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Dunai árhullám, készültség Tolna vármegyében. Havasi Jánosról emlékeztek meg, életnagyságú szoboravatás Kapos-Szekcsőn. 21. forgó fesztivál závodon, őrzik a hagyományokat a závodiak. Aszály, hogyan hatott a nyári hőség a mezőgazdaságra? Kedden kellemesebb hőmérsékletű, vádozóan párás napos felhős, szélcsendes, őszi nap következik. A délnyugati határmegyékben elszórtan ezen a napon is előfordulhat záporeső, de tartós, jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!